Az Esztergomtól 25 kilométerre lévő felvidéki Oroszka településen idén is megelevenedett a történelem. A Szüdvint hadijátékra kilátogatók testközelből élhették át a II. Világháború garamlenti harcait. Minden évben egy csöppent más a hadi bemutató, úgyhogy mindig megpróbálunk egy konkrét történetet bemutatni, úgyhogy ezzel a hadi bemutatóval is emléket állítani a katonáknak, akik itt estek el, vagy itt haltak hősi halált. Fontosnak tartom ezt a rendezvényt, mert igazából a történelem keveset foglalkozik a felvidéken, ez az úgymond Szüdvint hadművelettel és az ide környékbe tartozó eseményekkel. Nekem, ami személy szerint legjobban tetszett az egész rendezvényben, az az, hogy Horváth Györgyöt megemlítették, és belerakták a koreográfiába ezt a repülős eseményt, ugyanis tudni kell, hogy Horváth György az egy eltűnt magyar pilóta volt, akit pár éve találták meg, és a lezuhant gépét is. Az idei hadi bemutatóval legfőképp Horváth György hadnagy emléke előtt tisztelektek, aki 1945. februárjában halt hősi halált egy itt zajló légi csatában. Évtizedekkel később megtalált földi maradványait, ha nehezen is, de sikerült hazaszállítani és végső nyughelyére temetni. Sok papírmunka volt körülöttem, mert mai napig a szlovák és a magyar állam között nincsen aláírva egy hadisírokról szóló egyezmény, így végül is 2 év után sikerült hazajutatni. És a katonai tiszteletadása lett eltemetve a vasvári sírboltba édesapja és édesanyja mellé ez a katona. A hősök emlékének életben tartása mellett a hadijáték másik fontos célkitűzése, hogy megismertesse a II. Világháború magyar vonatkozású történéseit a most felnővő generációval, akik felmenőiktől már nem hallhatnak ezekről az eseményekről, és az iskolában sem tanulják ilyen részletesen. Úgy érzem, hogy gyakorlatilag maga az egész hagyományőrzés feladatát is felvázolhatjuk ezzel, megmutatni a ifjúságnak, illetve annak a generációnak, aki ebben nem láthatott bele különféle politikai és egyéb okok miatt, hogy dicső katonaelődeink, nagyszüleink, dédszüleink milyen egyenruhákban, milyen körülmények között harcoltak, vívták meg harcaikat és álltak helyt becsülettel a világháborúk frontjain. Ezzel közelebb hozzuk hozzájuk ezt az egész világ. Ott nem csak a történelmet, hanem a haditechnikát, megbarátkoznak vele, elfogadják jobban, megismerik a technikát, megfoghatják, nem mint egy múzeumban, hogy a vitrínben benne áll, nem lehet megfogni, itt megfogják az egyenruhát, a fegyvert kérdeznek, válaszolunk, meg egyáltalában a testközelbe hozza ezt az élményt, az ajók, a por, a füst, más élmény, mint egy statikus kiállítás. A hadijátékra rengetegen voltak kíváncsiak, felvidéki és anyaországi településekről is jöttek. A látogatók és a hagyományőrző szereplők között is sok volt a fiatal. Kedvenc részem, amikor bevonultak a oroszok meg a németek, de a legjobban a repülő volt a kedvenc részem. A bemutató után a nézők bemehettek a csatatérre, és akár ki is próbálhatták a harci eszközöket. Az iskolapadban nem így tanítják a történelmet, tehát hogy ott van egy-két lelkes tanár, aki próbálja átadni, de nem tudja úgy teljesen átadni, mint hogyha mondjuk ide kijönnének a gyerekcsoportok, iskolacsoportok, meglátogatnák, és akkor tényleg élőben tudnák, hogy hogy zajlott, mi volt, meg tudják nézni az eszközöket, a tankokat, a fegyvereket, ki tudják próbálni, tudnak lőni. Tehát hogy én ezt próbálnám így az oktatásba is bevezetni, hogy egy picit próbáljuk meg láthatóvá tenni azokat a dolgokat, amiket nem tudunk megfogni, úgymond. Szeretnénk nagyon megszólítani magyarországi iskolákat, hogy jöjjenek el ide felvidékre és nézzék meg a múzeumunkat, mert azt lehet mondani, hogy mai Szlovákia területén a legtöbb magyar vonatkozású dolog, úgyhogy a mi múzeumban van kiállítva, ami így a II. Világháborút illeti. Oroszkán tehát nem csak a hadi bemutatók alkalmával, hanem egész évben várják a látogatókat. Csoportos és egyéni érdeklődők számára is lehetőség van megismerni és átélni a magyar történelem eddig talán kevésbé köztudott, de annál fontosabb és hősiesebb garamlenti harci eseményeit. Hamarosan bemutatjuk a délvidéki Bácskos útfalva erős és aktív magyar közösségét.